forinttal növekszik a következő évben a nemzetiségek lehetősége abban a tekintetben, hogy a saját területüket erősítsék, a saját munkájukat erősítsék, a nemzetiségeket érintő feladatokat megoldják. Engedjék meg, hogy azt a három nagy területet kiemeljem, amelyre fordíthatják a nemzetiségek jövőjében ezt a plusz támogatást, és mennyivel fog emelkedni egyes területeken a támogatások, ezeket szeretném elmondani. Az egyik nagyon fontos terület, amit kimondottan a nemzetiségi támogatási keretnek nevezünk, és ezen belül van három alfejezet. Az egyik az a civil pályázati keret, nemzetiségi civil pályázati keret, 640 millió forinttal plusz támogatás. A nemzetiségi színházak, amely nagyon jelentős plusz támogatást kaphat, így 100 millió forintot jelent, és ami a nemzetiségek megmaradásának egyik alapvető feltétele, az pedig a köznevelési intézményeknek a támogatásánál, azoknál az iskoláknál, azoknál az intézményeknél, ahol nagyon kicsi a létszám, és plusz támogatásra van szükség, hogy fenntartható legyen az intézmény, ott 80 millió forint plusz támogatás érkezik a költségvetésben jövőre. Ez összességében ennél a három területnél, tehát még egyszer hangsúlyozom, a civil pályázati keretnél, a nemzetiségi színházak területénél és a kisiskoláknak a támogatásánál ez 820 millió forintot jelent. Van egy másik nagy terület a nemzetiségek életében, és itt külön köszönöm a nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek az úgymond visszafogottságát, mert ők maguk is azt kérték, hogy a települési és a területi önkormányzatok kapjanak egy újabb, nagyobb támogatást. Ez a jövő évben 784 millió forintos növekedést jelent. Tehát a kis településeken és a területi önkormányzatok, tehát megyei önkormányzatoknak a támogatása 784 millió forinttal növekszik. Van egy harmadik terület, amely idén kapta meg először az első nagy támogatását a nemzetiségi soron, és ez pedig nem más, mint azok a nagyobb beruházások, fejlesztések, amelyek az elmúlt évtizedek során adott esetben elmaradtak, vagy pedig azért kell rájuk sort keríteni, mert a nemzetiségek átvettek kulturális intézményeket, nevelési intézményeket, és ezeknek a felújítását támogatja egy külön soron egy nagyobb összeg. Ez az összeg egyébként, mint az idei évben is, jövő évben is, azt is szolgálja, hogy abban az esetben, ha uniós pályázaton tudnak indulni nemzetiségek, akkor ahhoz meglegyen az önrészük is. Ez az összeg tulajdonképp megduplázódott a jövő évi költségvetésre, 882 millió forintot jelent, kicsivel több, mint 882 millió forintot, és hogyha azt nézzük, hogy az idén nagyságrendileg 400 millió forint volt, és rengeteg olyan elmaradt beruházást tudtak megvalósítani a nemzetiségek, akkor ez a több mint megduplázódott összeg óriási segítséget fog adni a nemzetiségének a törekvésére. Sekretär, sehr geehrte Damen und Herren, als Parlamentssprecher der Ungarn-Deutsche begrüße ich Sie recht herzlich. Sehr geehrter Titkár, kedves vendégek, mint a németek parlamenti szószólója, tisztelettel köszöntöm Önöket. Ez is egy komoly eredmény a pénzben lett, hogy a magyar parlament szokásjoggá vált, hogy a parlamenti szószólók a saját anyanyelvükön kezdik a hozzászólásukat. Ez még egy évvel ezelőtt igen elképzelhetetlen lett volna. És azt gondolom, ennek az egy évnek az eredményei megmutatták azt, hogy
mennyit veszítettek a Magyarországon élő nemzetiségek azáltal, hogy több mint 20 évet kellett várni a parlamenti képviseletre. Mint adószakértő és könyvvizsgáló és a Költségvetési Albizottság elnöke természetesen elsősorban a költségvetés volt a saját területem, és azt gondolom, hogy amit a parlamentben is elmondtam a költségvetéssel kapcsolatos záró hozzászólásomban, hogy több évtized mulasztásait kell minél gyorsabban rendbe tegyük. Sok minden probléma, feszültség, gond fennáll még továbbra is, de azok után, hogy fél éven belül 2 milliárd forinttal a duplájára tudtuk emelni a magyarországi nemzetiségek támogatását, most ez az a helyzet, amikor mindenféle kell tenni, és egyértelműen köszönetet kell mondani a kormánynak is, a magyar parlamentnek is, és természetesen a nemzetiségekért felelős minisztériumnak és államtitkárunknak is. És itt szeretném külön kiemelni azt is, aminek azt gondolom jelzésértéke van, hogy még a 2015 évi költségvetésnél egy elég komoly parlamenti procedúra végén sikerült elérni, hogy egyhangúan megszavazták a módosítással az emelést. A 2016-os költségvetésben már a kormányzat eleve berakta a törvényjavaslatban a nemzetiségek kéréseit, tehát a parlamenti eljárás során már egy kegyelmi állapotban voltunk, hiszen nem nekünk kellett ezt elérni. Én összefoglalóan számunkra természetesen külön öröm, hogy a magyar-német barátság évében, Angela Merkel látogatása évében a többlet lehetőségekből a magyarországi németek színházát 200 millió forintból és saját részből teljesen fel tudjuk újítani, és teljesen frissír, hogy mindig pénteken Tolna megye közgyűlése a Szekszárdi Német Színház tulajdonjogát is 15 évre átadta az országos német önkormányzatnak, így remélem, hogy jövőre egy megújuló, felújított nemzetiségi színházat tudunk tovább dolgozni. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, aki és amit ehhez hozzátett, és hogy ne csak a múltról beszéljünk, az is látszik, hogy 2017 és 2018-as költségvetésnél az elsőtől a tizedik prioritás az a magyarországi nemzetiségi köznevelési intézmények helyzete, a pedagógus képzés, tankönyvkiadás, a nemzetiségi oktatás nevelés színvonalának a jelentős emelése kell, hogy legyen is lesz. Én nagyon bízom benne, hogy azt is hasonló sikerrel tudjuk megtenni, mint a mostani két költségvetési évet. Köszönöm.